Az eltiltott vezetőedző Sós Imre nélkül Révész Attila szakmai igazgatóval a kispadon kezdte a meccset a hazai csapat. A Kisvárda 23. percben szerezte meg a vezetést, cseri beadását Henrik kapus csapattársa Sifter lábára ütötte, a labda pedig a kapu bal alsó sarkába gurult. A 38. percben egyenlítettek a vendégek egy baloldali akció után, Demme emelt a Várdai kapuba. Az 50. percben megfogyatkozott a soporon, Jovetics második sárga lapját követően jutott a kiállítás sorsára. A 63. percben ismét megszerezte a vezetést a házigazda, Lukács beadását erős 6 méterről fejelte a kapuba. A 82. percben megint egyenlített a Sopron, Baracskai két védő között lőtt a hálóba. A csattonó viszont a Várdaiaké volt, a 90. percben Rajci szerezte meg a 3 pont sorsát eldöntő 3. hazai találatot. Nagyon-nagyon izgalmasra sikerült ez a mérkőzés. Sajnos a pálya talaja nem tette lehetővé a folyamatos játékot. Itt elsősorban ma a küzdelem dominált. Mindkét csapat egyébként becsülettel tette a dolgát. Úgy érzem, hogy sokkal többet kezdeményeztünk, még a rengeteg vizes felület ellenére is, illetve a helyzeteink számában is megmutatkozott, hogy azért közelebb járunk a gólszerzéshez. A vendégek vezetőedzője szerint az emberhátrány ellenére is megvolt az esélyük a pontszerzésre. Úgy érzem, hogy több volt a részünkről ebben a mérkőzésben, megvoltak azok a lehetőségek, még 10 emberrel is, amivel eldönthettük volna javunkra a mérkőzést. 2-2 után a Batizinek volt nagy lehetősége, az Amosnyinak volt nagy lehetősége, nem tudtuk értékesíteni. Nem csak ezekkel a hibákkal kellett megküzdeni, a csapaton belül azért voltak olyanok is, amikből a gólokat kaptuk, hogy nem úgy nyertük meg a párharcokat, ahogy kellett volna. A forduló további eredményei: Budaörs-Dunaújváros 1-1, Sziget-Szentmiklós-Vác 1-1, Soroksár-Zalaegerszeg 0-0, Ajka-Balmazújváros 1-1, Jirmut-Csákvár 1-0, Mezőköves-Siófok 0-3 és Szeged-Szolnok 4-1. A tabella élén a 30 pontos Jirmut áll, megelőzve a 26 pontos Budaörsöt és a 24 pontos Zalaegerszeget. A 22 pontos Kisvárda az 5. helyen várja az őszi zárófordulót, amelyben Szolnokon lép majd pályára.